És lélekben készülünk az ünnepökre. Az első gyertyához hozzá kapcsolódó személy Ádám és Éva. Az első emberek a Földön, akiknek elsőként ígérte meg az Isten a megváltást, és az ebben való hit fontosságát. Így lett az első gyertya a hit szimbóluma. Az elkövetkezendő adventi alkalmak lehetőséget adnak önmagunkkal, embertársainkkal és az Istennel való találkozásra. Úgy gondolom, nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy érezzük, hogy az adventtel legszentebb ünnepünkre készülünk fel mindannyian Török Bálinton. Az advent jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme. Megérkezni és türelemmel várakozni. Milyen egyszerűnek tűnik mindez, milyen könnyű kimondani, de milyen nehéz ezt a nyüzsgő és rohanó világunkban megvalósítani. Olyannyira elfoglalnak minket a hétköznapok feladatai, a kötelezettség, a világnak való megfelelés kényszere, hogy amikor egy kissé lassítani kellene és szeretteink fellé fordulni, bizony csak nehezen vagyunk képesek a megállásra, az odafigyelésre. Mi ennek az oka? Tesszük fel a kérdést. Talán az, hogy a mindennapokban a várakozás sok-sok negatív élménnyel függ össze. Türelmetlenséggel, tehetetlenséggel párosul. Közben a nagy sürgésforgásból oly könnyen feledkezünk meg a hozzánk legközelebb állókról, az otthon nyugalmáról, szeretteinkről, miközben lelkünk legmélyén csak erre vágyakozunk. Az adni vágyásról, az odaadásról, a másokért, szeretteinkért való tenni akarás érzéséről. Ez az időszak tehát olyan átváltozást jelent, amely bennünk zajlik, hogy akarjuk azért, hogy időben készen álljunk arra, hogy egymás szemébe nézve, egymás kezét megszorítva valóban átéljük a közösség ünnepét, a családi békesség nyugalmát, a megváltó Jézus Krisztus születését, aki értünk született. Kedves török bálintiak, kívánom önöknek az adventi ünnephez, sok-sok türelmet, nyugalmat és tiszta szívet, szeretteik körében eltöltött, meghitt, boldog karácsonyi ünnepeket. Köszönöm szépen!
Lord, as I sung, and I, oh, I, oh, I, oh, by priests and famous.